Június 11-én a Csúri Sándor Kárpát-medencei Népművészeti Fesztiválon lépett fel Jászapátiban a Bíjana Bolgár Tánc csoport. Tavasszal is egyébként voltunk sok helyen vendégszerepelni, de a dömping az a nyár kezdetével indult. Június 11-én voltunk Jászapátén, ahol a Csúri Sándor Kárpát-medencei Népművészeti Fesztivált rendezték. Jászapáti ennek a rendezvénynek az egyik helyszíne volt, amelyet egyébként Magyarországon közel 30 településen rendeztek meg ugyanabban az időben, ugyanazokkal a programelemekkel, és nem csak Magyarországon, hanem határokon túl is magyar lakta településeken. Utána a júniusi hónap hazai rendezésű programmal zárult, mi voltunk a házigazdái a 25. alkalommal megrendezésre kerülő református középiskolák Kárpát-medencei találkozójának, amire itthonról is Magyarországról, illetve a határon túlról több mint 40 iskola érkezett, és itt volt egy lehetőségünk házigazdaként az iskola más művészeti csoportjaival is együtt bemutatkozni a vendégeknek, úgyhogy táncoltunk a gála műsoron. Ezt követően próbákkal folytattuk általában a júliusnak az első felét. Aztán pedig táborba indult a Bíjana. 3 év után tudtunk újra kijutni Bulgáriába, ugye legutóbb 2019-ben volt lehetőségünk táborozni és fesztiválon részt venni. A Covid ezeket a lehetőségeket is elütötte, és most újra sikerült egy nemzetiségi tábort, hagyományőrző néprajzi tábort és tánctábort szervezni. A közép-bulgáriai Triavnában voltunk, egy 10 000 fős kis államszép településen a Balkán-hegység láncain, és itt a szokásos módon már 2008 óta dolgozok együtt Diana Dobreva koreográfussal, ő várnai, ő eljött hozzánk oda a táborba, a tábor időtartalma alatt 4 napot töltött ott velünk, 4 új koreográfiát tanultunk meg, tehát ez volt a tábornak a szakmai része, és természetesen a kirándulások, az egyéb programelemek tarkították és színesítették a programunkat. Úgy, mint például elmentünk egy napra Burgaszba, a Fekete-tenger partjára, vagy pedig a Balkán-hegységben olyan lehetőségeket kerestünk, mint a Buzludzsa csúcsnak a bevétele, amely 1400 méter magasságban található. Meglátogattuk a Sipkahágóban a Sipka emlékművet, a legnagyobb bolgár történelmi zarándokhely. Ennek a tábornak pedig a legkellemesebb estéje az utolsó este volt, ahol az ott 4 nap alatt tanult koreográfiákat mutattuk be a helyieknek, a triavnaiaknak. Hát nagyon nagy szeretettel fogadtak bennünket a város főterén, ahol nem csak bolgár táncokat láthattak, hanem mivel nagyon sok fiú is táncol a Bíjana tánccsoportban, és nagyon szeretnek nótázni, akár magyarul, akár bolgárul is, ott magyar nótákat is előadtunk. Ezután hazajöttek a bíjanások, de sok pihenés nem volt, hiszen itt volt a virágkarnevál. Hétvégén kevermesre mennek, és még ősszel is vannak fellépéseik. 13-án hajnalban reggel hazaérkeztünk, és 15-én már Sziget-Szent Miklósról léptünk fel a Summerfest Fesztiválon, egy bolgár-német estén, és a 20-a pedig, augusztus 20-ai nemzetünnep pedig önmagában egy nagyon nagy szó, egy nagyon nagy dolog, hogy meghívtak bennünket a világkarneválra, de nagyon nehéz volt végigcsinálni, hiszen Debrecenben 3 helyen kellett táncolni. Augusztus 20-án egy fél órás táncot vállaltunk a stadionban, az északi rendezvénytéren, rengeteg ember előtt kellett bemutatkozni, majd utána pedig 2x10 percet előbb a Dózsa-Nándor téren, utána pedig a Csapó utcán a fórum előtt. Nagyon jó élményekkel jöttünk haza, hiszen aki ismeri a debreceni virágkarnevált, az tudja, hogy nem csak Európából, hanem kontinensen túlról is rengeteg táncsoport érkezik erre a fesztiválra évek óta. Például előttünk kolumbiaiak táncoltak, utánunk törökök, úgyhogy mindenféle szempontból azt gondolom, hogy egy kiemelt jelentőségű volt a táncsoport számára ezen a fesztiválon való részvétel. A hétvégét, én azt mondom, a nyarat most a hétvégével zárjuk,
hiszen Kevermese valóban a szülőfalomba látogatunk, ahol általában mindig augusztus végén rendezik a Kukorica Fesztivált, évek óta hívnak bennünket, nem szoktuk lemondani ezt a felkérést, és ezt a fellépést pedig összekötjük a helyek által kiért főzőversennyel is. Feladat van bőven, jövőre pedig 20 éves lesz az együttes, amire szintén készülnek majd a bíjanások. Csontos Gergővel arról beszélgettünk, hogyan is került kapcsolatba a bíjanával. Amikor 8. osztályban elvallagtam, akkor ismertem meg tanárulat, illetve több ismerősöm, jó barátom táncolt már a tánccsoportban, és az ő hatásukra csatlakoztam én is 2019 nyarán. Én azt gondolom, hogy nagyon tartalmas nyarunk volt. Gondolok itt fellépésekre, nagyon sok fellépésen voltunk, illetve 10 napot töltöttünk el a tánccsoporttal Bulgáriában, Trijavnában, ahol rendelkezésünkre állt egy bolgár koreográfus, Diana Dobreva, és 4 új koreográfiát tudtunk elsajátítani, és az utolsó napban fel is léptünk a város főterén. A fiúk bolgár népviseleti ruhája nem éppen 40 fokos melegre van tervezve. Azt gondolom, hogy tényleg meleg ez a ruha, nagyon sok ruhánk van, mindegyik egytől egyig nagyon meleg, de el tudjuk viselni, és szeretjük. Bulgáriában kaptak a bíjanások fellépési lehetőséget is. Trijavnába léptünk fel a városnak a főterén. Azt gondolom, hogy nagyon sokan kilátogattak, és élmény volt táncolni, hiszen azt a 4 koreográfiát táncoltuk, amit ott akkor tanultunk meg azon a héten. A bolgároknak tetszettek a magyar nóták, szívesen fogadták azt is, hogy magyar emberek bolgár táncot táncolnak, és szívesen fogadják a kultúrájukat is. A bíjanások pedig a helyi gimiben a bolgár kultúrába kaptak betekintést. A nótázás is azt hiszem, hogy az elmúlt évben csöppent be a tánccsoport életébe. Ugyanakkor fellépések előtt is mindig, mikor utazunk, azért 1-2 nóta előkerül a buszon, de így fellépéseken a Martenica tavaszköszöntő bolgár ünnepségen én voltam a műsorvezető, és azon egy magyar nótával nyitottam meg azt az ünnepséget. Én azt gondolom, hogy ezt szívesen fogadják, meg örülnek annak, hogy magyarok, magyar emberek bolgár táncot táncolnak, és így szívesen fogadják a mi kultúránkat is. Voltak kirándulni is Burgaszban, ahol fürödtek a tengerben is. Voltunk kirándulni sokat Bulgáriában. Voltunk a tengeren és Burgaszban ellátogattunk az egyik nap, csak sajnos piros zászlót kaptunk. Elején ugyan tudtunk fürdeni, de egyébként nagyon jó időnk van, csak fújt a szél. Karcagi birkapörkölt főzőjeként a bolgár ízek is finomak voltak, állítja Gergő, salátákat fogyasztanak. Neki a sopska a kedvence. Az ottani kultúra, azt gondolom, hogy teljesen másot, nem ettünk azért birkapörköltet, de szerintem finom kajákat kóstolhattunk meg. Csontos Gergőnek azonban az új tanév az érettségire készülésről is szól. Tervek vannak, jelenleg az a terv, hogy Debrecenben megcsinálom a 2 éves faipari technikusi képesítést, utána pedig elmegyek Sopronba a faipari mérnöki egyetemre.